Mégsem áll le teljesen Németország a húsvéti ünnepek alatt, így döntött a német kancellár. Angela Merkel hibának nevezte, hogy tegnap kihirdették az 5 napos zárlatot, és egymaga vállalva a felelősséget, bocsánatot kért. Közben Róma mellett 29 millió eltitkolt AstraZeneca vakcinát találtak az EU ellenőrei. Készülnek a színes húsvéti tojások ebben a dél-németországi üzemben. Egyelőre azonban nagy a bizonytalanság a közelgő ünnepekkel kapcsolatban. A berlini szövetségi kormány ugyanis kedden 5 napos országos járványügyi zárlatot rendelt el április első napjaira. Szerdán viszont a kancellár az óriási felháborodás hatására visszavonta a döntést. Dennoch war die Idee der sogenannten Osterruhe ein Fehler. A szigorú húsvéti leállás ötlete hiba volt, bár jó okunk volt rá, ilyen rövid idő alatt nem lehetett volna megoldani, mondta a kormányfő, aki egyedül vállalta a felelősséget és bocsánatot kért a polgároktól. Németországban folyamatosan erősödik a járvány harmadik hulláma. A 83 milliós országban egy nap alatt csaknem 16 ezer új fertőzést és 248 halálesetet regisztráltak. Csehországban viszont csökken a fertőzöttek és a kórházban ápoltak száma is, bár az orvosok szerint továbbra is kritikus állapotok vannak. A legtöbb uniós tagországban egyelőre romlik a járványhelyzet, ezért Brüsszel szigorúbban szabályozná az EU-ban gyártott oltóanyagok kivitelét. 19 tagállamban növekszik az új esetek száma, 15 országban több a kórházban, illetve az intenzív osztályokon ápolt fertőzött, 8 tagországban pedig a halottak száma emelkedik, mondta az EU egészségügyért felelős biztosa. Közben az uniós ellenőrök 29 millió adag AstraZeneca oltóanyagot találtak egy Róma melletti csomagoló üzemben. Sajtóhírek szerint a gyógyszergyártó el akarta titkolni a készletet, amelyet valószínűleg az Egyesült Királyságnak szántak.